amivel érkeztünk, a Danuvina Alactris névre hallgat, és Németországban egy régészeti lelet alapján rekonstruálták teljesen korhű módon még az eszközök, amivel készítették ezt a hajót, az is olyan kovácseszközök, meg ácseszközök, amelyeket a rómaiak használtak. Tehát még a technológia is, ahogy készült, az is teljesen igyekezett korhű lenni. Mi igyekeztünk korhű ruhába öltözni, és így reprezentálni azt, hogy a római birodalom határa egészen a Fekete-erdőtől Fekete-tengerig terjedően a Duna volt, ami határ is volt, elválasztott is, de össze is kötött, és a legénység tagjai között is vannak spanyol, német, osztrák, olasz, magyar, szlovák, sokféle nemzetiség, és érkeztünk ide Esztergomba is, és megyünk tovább egészen Aquincumig, Budapestig, ahol aztán egy következő csapat egy újabb két hétre tovább viszi a hajót, ameddig lehet, ameddig a helyzet engedi, a fekete tengerig. Úgy tudom, hogy ezek a hajók is határvédő szerepet játszottak itt annak idején. Így van. A tartomány, ahol mi is élünk, a Dunántúl, illetve annak még kiegészítve ausztriai, illetve szerbiai vagy szlovéniai része is Pannonia névre hallgatott. Voltak szárazföldi csapatok, sőt, nekünk jutott 4 is belőlük. Ez egy nagyon érzékeny pontja volt a római birodalomnak, ezt különösen védeni kellett, de nem csak szárazföldi csapatok voltak, voltak lovas csapatok is, illetve voltak még folyami flotta is, aminek egyik hajója ez az általunk is megépítetett, illetve a hajózásra használt folyami határvédő hajó. Mennyire nehéz ezt a hajót megmozgatni, hiszen ugye itt végig kell levezni a Dunán? Hát egy ember van a csapatban, a mi csapatunkban, aki egy Cambridge-ből érkezett professzionális evezős. Elég sokat kell ráfigyelni, hogy jól működjön a történet. Azon kívül hát nyelvi nehézségek is vannak, azért nem mindenki ért minden szót, úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen értelemben is egy nagy kihívás, hogy összehangoljuk, hogy ritmusra egyszerre evezzünk, de hát ebben van a szépség, és ez is megadja a sajátos hangulatát ennek a hajózásnak. Mit érdemes tudni erről az expedícióról, illetve a műegyetem mennyiben segítette az utazást? Ennek a projektnek a neve Living the New Limes, vagyis Élő Dunai Limes. Ez 2020 júliusától tartó, és hát most decemberig tartó nemzetközi, az Európai Unió által finanszírozott, az Európai Unió Duna Transznacionális Programja által finanszírozott projekt, amelyben 10 ország, 10 dunamenti ország vesz részt, 19 projektpartnere van, és Magyarországon 2 szervezet tagja ennek a nemzetközi konzorciumnak, az egyik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a másik pedig a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete, valamint a Specialist Kft. Tehát ez tényleg egy óriási csapatmunka Magyarországon belül és Magyarországon túl. A műegyetemnek több feladata is van, itt a projektnek egyrészt van kutatási oldala, van oktatási oldala, van egyfajta társadalmasítás, tehát a dunamenti intézmények, városok közti együttműködések serkentése, és hát ez, amit most ma itt láthatunk Esztergomban, ez az egyik legfőbb része, ugyanis Németországban rekonstruáltak eredeti 4. századi római leletek alapján egy hajót. Ez a hajó, ez most pedig Németországtól egész Romániáig végig fog utazni, és megáll számos településen, számos városon. Itt ez egy nemzetközi csapat hajtja, tehát ez már önmagában is egy nemzetközi, tehát ez valóban a dunamenti nagy nemzetközi együttműködéseket kifejező egy projekt.